hófehér, karácsony ég, maradj velünk, ne gyűnjél még, kívánunk egymásnak boldog karácsony, kívánok néked békés ünnepet, gondoljunk azokra, akik nincsenek velünk. Legyen a szívünkben békés ünnepet, ó fehér karácsonyi, hozd örömöt, és nagy remény. Ó, fehér karácsonyi, maradj velünk, ne gyűnjél még. Kívánjunk egymásnak boldog karácsony, kívánunk néked békés ünnepet, gondoljunk azokra, akik nincsenek velünk. Legyen a szívünkben békés ünnepet, kívánjunk egymásnak boldog karácsony. Kívánok mindenkinek békés ünnepet. Gondoljunk azokra, akik nincsenek velünk. Legyen a szívünkben nékik is ünnepet. Az Úr Jézus nevében, aki ezt mondja nekünk, békesség nektek. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék hát a ti szívetek, se ne féljen. Ámen. Csendesedjünk el. Urunk Istenünk, mindannyian békés ünnepre vágyunk. Boldog karácsonyt vizionálunk. Tesszük ezt annak a reménységében, hogy a te kegyelmedből mindannyian megérhetjük. Várjuk, Urunk, a te kegyelmedet. Számítunk a jóságodra, és bízunk a te szeretetedben. De hadd kérjünk téged, hogy közben formál is bennünket, szívünket, lelkünket, gondolatainkat, hogy ne csak a mi elvárásaink fogalmazódjanak meg feléd, hanem értsük meg együtt, hogy mi a te akaratod. Ámen. A történet, amit hoztam, néhány gondolat ébresztővel, mert hogy ezek gondolatébresztők lesznek csupán. Nem feltétlenül karácsonyi vagy adventi történet, de fogjátok látni, hogy nagyon jól kapcsolódik mindahhoz, amiben most vagyunk, illetve abban az időszakban, amely előtt állunk. Lukács evangéliumának a 10. részéből, a 38. verstől szeretnék néhány bibliai verset felolvasni. Amikor tovább haladtak, mármint Jézus és a tanítványai, Jézus betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban?
Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így feled neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Sütés, főzés, lótás, futás. Minden kiváló és tökéletes legyen. Terített asztal, rendkívüli vendégség, jól lakott emberek, és természetesen elégedett háziasszony. És mégis mindig maradt keserű szájíz. Pedig kevésre van igazán szükség. Figyelni Jézusra, hallgatni őt, időt tölteni vele. Az időnk nagy része azzal megy el, hogy felkészüljünk az ünnepre. Tervezni, bevásárolni, csomagolni, készülődni. Végül nem marad idő a lényegre. Elcsendesedni, megpihenni, énekelni, figyelni, imádkozni, csak vele lenni. Fények, karácsonyi díszek, vásári forgatag. Óriási a kontraszt. Ha valaki Krisztus bizonnyal jöhetett volna nagy felhajtással, harsonaszóval, ünnepi kavalkáddal, fényárban úszó dicsőséggel, nem is akármilyen mennyei dicsőséggel, de inkább a legszerényebb körülményeket választotta. Gondoltál már arra, hogy miért? A válasz egyszerű, mert kevésre van igazán szükség. A lényegre. Valójában csak egyre. Istenre. Hogy megértsük, Immanuel, mit jelent? Velünk az Isten. A mában, a holnapban, a tegnapban, az örömben, a bánatban, az egészségben és a betegségben, a boldogságban és a boldogtalanságban, a fiatalságban és az öregedésben, a megpróbáltatásban és a szabadulásban. A legszerényebb és legegyszerűbb módon velünk az Isten, csendben, békességben, lélekben. Ajándékok és díszes csomagolások, aprók és nagyok, értékesek és hasznosak, jelképesek vagy éppen életre szólóak, tökéletesek vagy olykor elhibázottak. De mind eltakarják a lényeget, az igazi ajándékot, az Isten ajándékát. Ugyan ő kibontotta nekünk és megmutatta igazi értékét, de mi újra csomagoltuk, és a karácsonyfa alá tettük. Miért? Mert nem volt elég tetszetős, nem találtuk elég vonzónak számunkra. Hiányzott róla a szemünket kápráztató, lelkünket andalító, hangulatunkat édesen ringató ünnepi harmónia. Csillogásra éhes szemünk megvetette a krisztusi egyszerűséget, a másik ember szolgálatában megmutatkozó alázatot, a kevesebbel való megelégedést és az Atya iránti halálig tartó engedelmességet. Újra csomagoltuk. És most már, ha lehet, ki sem bontjuk, hogy ne rontsuk el vele az ünnepet. A szeretet ünnepét, a család ünnepét, családi összejövetelek, látogatások, ünnepi ebéd vagy vacsora, hosszú idő vagy utazás után újra együtt, a család, a legfontosabb. De kevés ez az idő. Egy percét sem akarom elvesztegetni, minden pillanatát szeretném magamba szívni. Bennük gyönyörködni, akiket szeretek, akikért élek.
mert összetartozunk elválaszthatatlanul. Erre vártam egész évben, végre. Kell egy fotó, vagy inkább kettő, három. Mutassuk meg mindenkinek, milyen boldogok vagyunk mi, így, együtt. Vagy csak éppen csak mutatjuk, mert lehet, hogy mégsem. Idén nem jönnek haza karácsonykor, nem érnek rá. Vagy csak éppen beugranak, beköszönnek, mert már mennek is. Mert olyan sok mindent terveztek. Sajnos nem fér bele minden az időbe. Azt mondják, most inkább külön ünnepelnek, majd jövőre jönnek. Vajon Isten is így érez, ha nem vele ünnepelünk? Ha Isten az atyám és én a gyermeke, akkor mi is egy család vagyunk, összetartozunk, együtt ünnepelünk. Ha feladom a mennyei családi kötelékemet, attól még megtarthatom a mostani családomat, mondjuk örökre. Kevésre van igazán szükség, mondja az ige. Kevésre. Talán igazán csak egyre. Ugye tudod mire? Vagy inkább kire? Jézusra. A világ világosságára. A jó pásztorra. Az elveszettek megváltójára. A betegek gyógyítójára. Az életre. Az örökkévaló Istenre. Az Isten bárányára, aki elveszi a világ bűneit, az enyémet is, a tiédet is. Mária a jó részt választotta. Te melyik részt választottad? Azért imádkozom, hogy ezek a gondolatok érjenek el a szívedig, és vigyenek téged oda az Úr Jézus lábai elé, ahogyan vitték Máriát. És értsd meg te is, mit tesz igazán ünnepi az ünnepet. Imádkozzunk. Valahol a lelkünk mélyén, Istenünk, tudjuk, hogy ünnepelni nélküled karácsonyt nem szabad. Valahol a lelkünk mélyén, Istenünk, tudjuk, hogy sok minden abból, amit teszünk, hiába való fáradtság. Aggodalmaskodunk, izgulunk, tépelődünk, ahelyett, hogy igazán örülnénk neked és a te ajándékaidnak, az életnek, a szeretetnek, a családnak, de nem nélküled, soha nem nélküled, hanem veled. Hogy megváltasd az életünket, és megtarthasd családi kötelékeinket. Urunk Istenem, kérünk, őrizd meg bennünket, őrizd meg szeretteinket. Hadd értsük meg mindnyájan, és hadd cselekedjük a te akaratod. Ámen. Kívánok mindenkinek egy egyszerű, békés és boldog karácsonyt. Áldás békességet. Most pedig fogadják nagy szeretettel a Csetényi Katolikus Egyház közösség gyermekeinek ünnepi műsorát. Csak nem 2000 évvel ezelőtt Palesztina nevű keleti országban, Názáret falujában élt egy lány. Mária volt a neve.
szépségéről és jóságáról még a szomszédos falvakban is beszéltek. Nem csoda tehát, hogy hamarosan kérője is akad. Egy József nevű dolgosácsmester, aki aztán el is végezte őt. Mindkét jegyes Dávid király családjából származott. Mária egyedül imádkozott kis házában, amikor Gábriel arkangyal váratlanul megjelent előtte. Üdvözlégy Mária, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és telve vagy te kegyelemben. Mária igen meglepődött és megijedt, de az angyal megnyugtatta, és nagy örömhírt mondott neki. Ne félj Mária, kegyelmet találtál Istennél, édesanyja leszel. Fiát fog születni, akit majd Jézusnak nevezel. Hatalmas tesztő és a magasságos fiának fogják hívni. Néki adja Isten Dávid királyi székét, és örökké uralkodni fog Jákob házán. Királyságának soha vége nem lesz. Hogyan születhetne nekem gyermekem? Hisz férjem sír. Leszel rád a Szentlélek, és elborít a magasságbelinek ereje. Szent gyermeked azért az Isten fia lesz. Idős rokonod Erzsébet szintén gyermeket vár Istennél, és semmi sem lehetetlen. Az Úr szolgáló leánya vagyok. Történjék velem szavait szerint. Amikor Mária várandós lett a Szentlélektől, József el akarta bocsátani, hogy ne essék gyalázatba, mert Mária még nem volt akkor a felesége. Miután József ezt magában elgondolta, megjelent álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá. József, Dávid utóda, ne félj magad hozz venni Máriát, vedd feleségül. Ő a Szentlélektől fogad meg, és fiú szül. Te pedig nevezd a gyermeket Jézusnak, azaz megváltónak, mert ő szabadítja meg népét bűneidől. József felébredt álmából, és úgy tett, ahogyan az Úr angyala megparancsolta neki, és feleségül vette Máriát. Néhány hónappal később Augustus római császár népszámlálást rendelt el birodalmában. Mindenkinek abban a községben kellett jelentkeznie, amelyből a családja származott. Máriának és Józsefnek is Názáretből Betlehembe, Dávid szülőfalujába kellett utaznia. Mária, kérlek csomagolj, mert nagy útra kell indulnunk. Hová? Betlehembe, mert az a parancs, hogy mindenkinek a szülővárosába kell mennie, ugyanis megszámláltat minket a római császár, és ezért kell nekünk Betlehembe mennünk. De hát ilyen állapotban hogy indulhat az útnak? Tudod, hogy hamarosan megszületik gyermekem? Nem vigyázott ránk eddig is Gábriel angyal? Az ő dolga, hogy vigyázzon ránk ezután is. Mária erre nem tudott mit felelni. Szépen összecsomagoltak és útnak eleztek. Négy napi fárasztó utazás után így érkeztek meg késő este Betlehembe. Jó emberek, adjatok szállást! Sajnos az én házam megtelt, nem tudok segíteni rajtatok. Próbálkozzatok máshol. Tovább mennek. Jó emberek, adjatok szállást! Feleségem utolsó napjában jár, és ezért nem hallhatunk a szabad ég alatt. Mi szűkében vagyunk a helynek, ha benéztek az ablakon, láthatjátok, mert kiterítettük az ágyat a földre, és feküdtünk ki sem lehet nyitni az ablakon. Elkergettek bennünket? Nem vagyunk szintelenek, szegény vándor, ha nem szégyeltek be, menj az istállal, vagy megháraszalnak, az állatok között ott megjelnek. Dehogy szégyenünk, az állatok közt jó meleg van, és egy jó szülöttnek melegre van szüksége. Mivel vendégfogadóháznál nem jutott nekik hely, a várostól 500 lépésre egy istállóban szálltak meg. Az istálló körüli mezőn nyájukat őrizgén pásztorok éjszakáztak. Egész Júdára sűrű sötétség borult. Ekkor hirtelen, mint a villám csapott volna le, kivilágosodott előttük a táj, és megjelent nekik az Úr angyala, Gábriel. Ne féljetek, mert nagy örömhír mondok nektek. Megszületett a gyermek. Kicsoda született meg? A gyermek, amit győzítünk, aki a felna, az egész néznek örömmel észre. Menjetek Betlehem városába, egy istállóba. Megfogját csecsemőt találtok jászolva, szindikálva. Ő az üdvözítő elmenjetek. Amint ezt kimondta Gábriel, meghasadt az ég, s angyalok szózata hallatszott. Dicsőség mennyben az Istennek, dicsőség mennyben az Istennek, az angyali sereget vigani. Angyalok eltávoztak, a pásztorok tanakodni kezdtek. Mit érjük nekünk? Induljunk útnak.
nap Betlenbe. Keressük meg a Mesiást. Rajta föl ne várakozunk. Induljunk erről a sötét éjszakába. A csillag vezet majd bennünket. Pásztorok, pásztorok körben nézve, sietnek Jézus az Betlehemben. Köszöntés mondanak a kis gyermek, kíváncsiak otthozott az emberek. A pásztorok miután megérkeztek Betlehembe, üdvözlik a Messiást. Három pásztor vigaszol, kitekint a jászolból. Boldog asszony, egy szülött szent fia, üdvözlék Szűz Mária. Üdvözlék a tisztaságos, megismerlek szent fiaddal. Szerénységed mosolygásos szívünkben lezárjuk. Üdvözlégy nagy boldog asszony, koronásán tűnökelve, lelke édes üdvözítőnk, ahol az angyal jelenünk. Úgy jöttél el közénk a földre. Jézus csalak volni, hogy a nem jöttem elnyitni. Fogja pasztok kinyikó, most magam mostan mondanék. Jó pásztorok, minden népen köszönöm, még egyszer köszönöm, máskor is jön minden. Szemtöröm, nagy öröm, minden esztendőnek meglegyen csillaga, mennyből szól az ének, száll az Úr angyala. Közben járok nála, kérem bőáldását pásztorokra, vigyájatokra. Az öröm hírével elpihen, elbocsát, épp most aluszékel a kis Jézus és a szent család. Mennyből az angyala.